Itt a Híradó, köszöntöm Önöket! A szolgáltatástervezési koncepció és a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata után a jövő évi belső ellenőrzési ütemterv és a múlt szombati sikeres adventi hangverseny volt a témája a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésének. A testület mind a négy napi rendet egyhangulag elfogadta, az adventi hangverseny pedig az eddigi leglátogatottabb rendezvénynek nevezte. Idei utolsó ülését tartotta ma délután Pápaváros Német Nemzetiségi Önkormányzata. A testület elfogadásra javasolta Pápaváros önkormányzatának szolgáltatás tervezési koncepciójának felülvizsgálatát és a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatát. Emellett jóváhagyták a PNNÖ 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervét, és beszámoltak a hétvégi adventi hangversenyükről is. Összegeztük az éves munkánkat, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól tudtunk együtt dolgozni mind a két képviselőtársammal. Mindenki aktívan részt vett a munkában. Igazából négy testületülés és a közmeghallgatása kötelező éves penzum, de majdhogy nem minden hónapban összeültünk, ha volt valami megbeszélnivaló. A PNNÖ több helyi csoporttal is hatékonyan tudott együtt dolgozni a 2015-ös esztendőben, mondta el az elnök asszony. Nagyon jól együtt dolgoztunk a Vajdul lakótelepi óvoda nemzetiségi csoportjával, illetve a Munkácsi általános iskola egész pedagógus karával, illetve hát ugye nagyon jó kis programot szerveztünk a jubileum kapcsán, az iskola nemzetiségi tagozatának 15 éves jubileuma kapcsán. Sok embert be tudtunk vonni az idén már a közös programjainkba, sokakat megtaláltunk a pápai magukat nemzetiségének valló emberek közül, akik minden programunkon most már rendszeresen részt vesznek, küldjük nekik a meghívókat, és szívesen jönnek. Tehát nagyon sok visszatérő vendégünk van, hál' Istennek. A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat elégedett a 2015-ös évvel, a szervezett programokkal és azok sikeres lebonyolításával. Jövőre a kitelepítés 70. évfordulója kapcsán egy újabb nagyszabású rendezvényt terveznek, zárta mondandóját a PNNÖ elnöke. A vasúti menetrend változásaival kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót tegnap Orbán Imre, a Jobbik megyei elnöke, megyei közgyűlési képviselője. A politikus szerint kellemetlenségeket fog okozni az, hogy Pápa és Budapest között csak egy gyors vonatpár közlekedik az új menetrend életbelépésétől. Két lehetősége van a pápaiaknak az új menetrend életbelépését követően, mondta Orbán Imre. Amennyiben nem akarják megfizetni az Intercity és a Railjet vonatok pótjegyet Győrtől, akkor személyvonattal közlekednek Budapestre, ami utazási idő növekedést fog maga után vonzani. A második lehetőség, hogy megveszik a pótjegyet, mely a Railjet vonatokon nem biztosít ülőhelyet, de akkor havi szinten több ezer forinttal kell majd többet fizetni az utazásért. Orbán Imre úgy fogalmazott, véleménye szerint a menetidő sok esetben növekedni fog az átszállások és az esetleges késések miatt. Ne legyen illúziónk, a nemzetközi forgalomban részvevő Railjet vonatok, vagy az IC vonatok nem fogja beválni a pápai vicinálist. A Veszprém megye területfejlesztési koncepció és Pápaváros gazdaságfejlesztési terve nem tartalmazza a vasúti közlekedés ilyen szintű leépítését. Nem tudom, mi az oka, hogy a MÁV ilyen drasztikusan belenyúlt a Szombathely-Celdömök-Pápa-Győr szárnyvonal ilyen szintű visszafejlesztésébe, de ha nem lép a helyi és a régiós politika, akkor a következő menetrend változásnál még sősebb veszteségeket fogunk majd elszenvedni. Orbán Imre szerint érthetetlen a menetrend ilyen formájú megváltoztatása, főleg azért is, mert korábban a szárnyvonal villamosításáról beszéltek. A politikus a sajtón keresztül azt kérdezi Pápaváros polgármesterétől, hogy kapott-e tájékoztatást a MÁV illetékes szerveitől a szolgáltatás csökkentéséről, kikérték-e véleményét a döntéshozók, és mit fog tenni a megoldás érdekében. Információink szerint a vasúti, illetve a helyközi buszmenetrenddel kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatót valamennyi képviselőtestületi tag, így a Jobbik helyi képviselője is megkapta. 32 raklapnyi adomány érkezett ma délelőtt pápára a Teutón Lovagrántől. Klaus Bloss nagymester ezúttal is az egyik nagy gyermekételgyártó cég által készített bébi ételeket hozott városunkba, segítségképpen a kisgyermekes családok számára. Egy nagy kamionnal hozták az adományt,
A szállítmány fele Pápára érkezett, a maradék pedig Sümegre, Hévízre és Budapestre kerül a Teuton lovagrend jóvoltából. Karácsony előtt az a legszebb, amikor az ember olyankor is ajándékot kap, amikor nem számít rá. Erre az adományra az idei évben már nem számítottunk, de mikor megkerestek minket azzal, hogy óvodáknak, bölcsödéknek, idős otthonoknak 64 raklapnyi bébi ételt kaphatunk, természetesen nem mondtunk nemet. A Teuton lovagrend és Pápaváros között közel 20 éves kapcsolat áll fenn. Az elmúlt két évtized alatt rengeteg adomány érkezett már a városba a lovagrendtől. A város és a Teuton lovagrend jó viszonyát jelzi az is, hogy Pápának már 3 Teuton lovagja is van, Mail József apátplébános, Szijjártó László plébános és Áldozó Tamás polgármester. A katolikus egyház is folyamatosan címzetje ezeknek az adományoknak, tehát Pápa nem csak az önkormányzati ellátórendszeren keresztül jutnak hozzá pápaiak ilyen adományokhoz, hanem az egyházi szervezeteken keresztül is. Az egyháznak, illetve a két atyának a kapcsolata a Teuton lovagrendre jóval régebbi, mint az enyém. Egyébként van még más feladatunk is itt a lovagrenden belül, többek között az, hogy a Teuton lovagrend adományaiból juttassunk el a legkeleti magyar katolikus közösségeknek is adományt, és ennek keretében szoktuk önkéntes munkaként azt vállalni a barátainkkal, hogy akár Moldvába, a csángókhoz, akár Erdélybe ezekből az adományokból szállítsunk. Klaus Bloss ma dicsérte azon pápaiak munkáját, akik az általa hozott adományokat eljuttatják a rászorulóknak. Jól kiépült logisztikával találkozik itt minden esetben, mondta a nagymester, akitől azt is megtudtuk, idén pápa körülbelül 40 tonnányi élelmiszeradományt kapott a Teuton lovagrendtől 500 000 euró értékben. Klaus Bloss folytatást ígért a jövőre nézve is, majd boldog és békés karácsonyt kívánt a pápaiaknak. A karácsony a családok ünnepe, és sokkal intimebb annál, hogy azt nagy nyilvánosság előtt ünnepeljük. Éppen ezért mi csupán segíteni szeretnénk abban, hogy megfelelő lelki állapotba kerüljenek, mondta köszöntőjében dr. Áldozó Tamás polgármester a mai nyugdíjas karácsonyon. Az önkormányzat hosszú évek óta kedveskedik ilyen formában a település 65 év feletti lakosságának. Pápaváros önkormányzata minden évben megrendezi az idősek karácsonyi ünnepségét. A rendezvényre idén is közel 400 meghívót küldtek ki a városban élő 65 év felettieknek, tudtuk meg Kovács Zoltánnétól, az ESZI vezető családgondozójától. Az ünnepi műsor minden évben szinte azonos forgatókönyv szerint zajlik. A polgármester úr köszöntőt mond a meghívottaknak, köszönti őket, hogy erre a karácsonyi ünnepségre megjelentek. A város valamelyik intézményét, nevelési intézményét felkérjük, hogy egy ünnepi műsort szolgáltasson az jelenlévő időseknek, előrehozva nekik a karácsonyi hangulatot, hiszen közöttük vannak olyanok is, akiknek esetleg ez az egyetlen karácsonyváró élménye. Az idei évben a Gyurács Ferenc Evangélikus Általános Iskola elsős és negyedikes diákjai adtak kedves karácsonyi műsort az időseknek, akiket dr. Áldozó Tamás polgármester is köszöntött. A karácsony, az a családok ünnepe, az sokkal intimebb annál, mint hogy a nagy nyilvánosság előtt ünnepeljük meg. És én azt kívánom önöknek, hogy az ilyen rendezvények után legyen alkalmuk arra majd szenteste, illetve karácsony napjaiban, meg a karácsony utáni időszakban rokonlátogatások idején, hogy megöleljék önöket, megölelje önöket a házastársuk, megölelje önöket a gyermekük, a gyermekeik, és öleljék meg önöket az unokáik is. Sok-sok ölelésből töltekezzenek fel, és legyen szép igazából ez az ünnep, legyen ez a legnagyobb ajándék, az egymásra figyelés és a szeretet. A meghívottak 2000 forint értékű Erzsébet utalványt is kaptak. A visszajelzés azonban az, hogy az idősek a szeretettel adott daloknak, betlehemi történetnek, vagyis az ünnepi műsornak örülnek a legjobban. A JMSK kamarazenekara szép koncerttel zárta az évet. A Szent István Római Katolikus Általános Iskolában tartott hangverseny nagy sikert aratott. Az alkalmon ezúttal a Bartók Béla Zeneiskola növendékei is felléptek. Tartalmas, mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a Jókai Mor Művelődési és Szabadidő Központ Kamara Zenekara. Korábban több nagy zenei projektben is részt vettek,
Az új évadban viszont csak a mostani karácsonyi koncertre próbáltak. Tavalyi évadban közös ilyen koprodukciós műsorok voltak, mert a Gáti koncert is a Városi Fúvózenekarral együtt jött, akkor az ABBA show-nak a különböző koncertje is, mind tulajdonképpen közreműködtünk egy ilyen közös produkcióba. Itt viszont vannak kisegítők, de ez a mi saját produkciónk, tehát csak mi szerepelünk rajta. Új tagok is vannak a zenekarban, mondta örömmel a karnagy. Szűcs Katalin és Szűcs Anikó a hegedű szólamban erősítik a csapatot. Első fellépésük volt ez a koncert, ahol Albinoni, Vivaldi, Bach és Jenkins darabok csendültek fel. A koncert helyszíne a katolikus iskola főtéri épületének aulája volt. Egész jó kis akusztikája van, és nagyon hangulatos ez a terem. Itt van a város központjában, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó választás volt részünkről. A koncerten felléptek a Bartók Béla Zeneiskola növendékei közül azok, akik a katolikus iskola diákjai. Adventi ráhangolódás segítő koncertsorozatot szervezett Apostol Pál református lelkész Tapolca főn. Az első hangverseny fellépője egy városlődi kvartett volt, a második alkalmon, múlt vasárnap pedig az Éneklő Szülők Kara örvendeztette meg énekével az istentisztelet résztvevőit. Apostol Pál református lelkész olyan programsorozatot szervezett, mely segíti a hívek ünnepi ráhangolódását. Három alkalommal csendül fel a település református templomában a zene advent idején. Tényleg csak ötletszerű volt a két választás, az első és a harmadik. Az éneklőszülők kara az viszont már hagyomány. Hosszú évek óta, ha jól emlékszem, 11 vagy 12 éve minden adventben muzsikálnak nálunk, és ez már szinte szertartás közöttünk, hogy jövünk, és együtt éneklünk, és együtt örvendezünk, és együtt készülünk. Az éneklő szülők karának vezetője, dr. Szatmári F. Péterné Rédei Margitta elmondta, hogy a kapcsolat régi keletű. Apostol Pál lánya énekelt az Erkel iskola egyik kórusában. Azóta az éneklő szülők kara rendszeresen kijár Tapolca főre az adventi időszakban. Mivel nagyon megszerettük egymást a falu közösségével, ezért mindig újat próbálunk hozni minden évben. Az idén barokk zeneszerzők műveivel jöttünk, és mivel egy pár nap múlva a nagy zeneszerzőnk Kodály Zoltánnak lesz a születés évfordulója, ezért egy magyar művet is hoztunk, Murár Éva Add meg Uram című művét. Az éneklő szülők kara a vasárnapi istentisztelet keretén belül szolgált. Így lesz ez december 20-án is, akkor Parola Csaba orgona muzsikáját élvezhetik a hívek. Az ifjú fizikusok nemzetközi versenyét a középiskolás tanulók számára szervezik meg, immár 29 esztendeje. A megmérettetésen az országok 5 fős csapatokkal képviseltetik magukat. Az, hogy ki lesz a csapat tagja, pénteken derül ki. A meghallgatáson ott lesz Varga Umbrik Eszter, a REFI matematika-fizika tagozatos diákja is. Varga Umbrik Eszter a Pápai Református Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 10. diákja. A természettudományos tagozatra jár a matematika és fizika csoportba. A kedves szerény lány már kicsikora óta magabiztosan mozog a reáltudományok világában. Olyan sok érdekes probléma van, és hogy a sok dolog van, amit olyan könnyen meg lehet magyarázni ezekkel a képletekkel, és ez olyan csodálatos, nem is tudom leírni, hogy miért ilyen szép. De nagyon tetszik. A Nemzetközi Fizika Verseny országos válogatójára úgy lehetett jelentkezni, hogy a megadott feladat listából ki kellett választani egy fizikai problémát, és azt kidolgozni, kísérleteket végezni. Azt a problémát választottam, amikor egy optikai eszköz kell építeni, ami egy üveg vastagságátnak a meghatározásában tud segíteni, vagy más tulajdonságait az üvegnek, mint például a törésmutató indexét. Varga Umbrik Eszter beküldte méréseit, kísérleteit, számításait, és miután ezeket átnézték, a zsűri behívta őt a pénteki válogatóra. Eszter be is mutatta a kísérletet, melynek lényege, hogy úgy mérte meg az üveg vastagságát, hogy nem ért hozzá. A kísérlethez tartozó levezetéseket is felírta Eszter a táblára. Itt a belső fénysugár, itt a kilépő fénysugár, és ugye ez itt párhuzamos a két fénysugár, és ez a merőleges távolság pedig az eltolódás, és ezt számoltam ki.
Aztán az érdeklődő diákoknak és pedagógusoknak bemutatta angol nyelvű prezentációját is, mellyel pénteken remélhetőleg biztosítja helyét a magyar csapatban. Hogy milyen idő várható holnap, hamarosan megtudhatják. Csütörtökön alapvetően borongós, párás, ködös időre van kilátás, kezdetben szitálás, ónusz szitálas fordulhat elő, majd délutántól északon alakulhat ki vegyes halmazállapotú csapadék, megélénkül a déli szél, hajnalban -3, +2, délután 0 és +5 fokot mérhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!